Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Nos, ma van a noszvai találkozó napja. A Falkával a gazda kivonult egy rövid sétára itt a lakótelepen, elintézni ügyes-bajos dolgait, majd szépen hazavonultunk, és indulhattunk noszvaira. Korán indult a séta, még a nap is csak éppen felkelőben volt, de látszott, gyönyörű szép időnek néz ki, a nap már átderengett, néha már napban lehetett sétálni. Aztán elintéztük a dolgainkat, s otthon már várt az autó bennünket. Zsupsz be az autóba, gyorsan kölykök, és mindenki beszállt, ajtó becsukódik, gazda, indulhatunk. Nos, az út nem volt rövid, de már itt voltunk. Már nem tartott sokáig, megjöttünk. Tulajdonképpen pár kanyar, és itt a tórét. Ide jöttünk, itt fogunk találkozni a Pajtikkal. És a cél egyenes. Már látjuk, itt lesznek a többiek is. És ahogy körbenézünk, egy-két kutyát már látunk is. Igen, őket már vezetik. Gazda, gyorsan parkolj le, mert nekünk dolgunk van, mondják a kutyák, majd zsupsz ki az autóból. Futás, irány a tó, irány a találkozó színhelye. Tehát indulhat a buli. Pár üdvözlő szó után Bence az első. Ő rohan le elsőnek a tóhoz, majd követik a többiek is, Artúr és Lili is. No, meg azok a kutyák, akik még itt vannak. Bence már nyakig a vízbe, Lili közelít, és bizony Artúr sincs messze. Kezdődhet a buli. Hát bizony a rendesi Falka alaposan elázott. Mind a három kutya nyakig vizes. Tehát olyan koszosak, amilyenek csak lehetnek, mert a fürdés után egy kis pihenő ki a partra, ahol egyébként meghallgattuk a polgármester urat is, és még ott énekeltek, meg zenéltek is, tehát volt sok dolog, mindenre odafigyeltünk, mindenki ott volt, mindenki tűrte, mindenki szépen és jól viselkedett. Tehát meghallgattuk az énekeket, meghallgattuk a beszédeket, sőt, elmentünk, bemutatkoztunk a szépségversenyre is. A szépségversenyről ugyan nem készült felvétel, mert gazda vezetett fel bennünket, de hát tudjátok, jó kutyák jól viselkednek, és be is bizonyították, hogy megérdemlik azt, hogy itt legyenek. Bence a harmadik helyet érte el. Nem azt mondom, hogy nem lehetett volna jobb is akár, de hát tudjátok, amikor a kutya vizes, koszos, hát bizony máshogyan bírálják el. De tudjátok, mi ennek is nagyon-nagyon örültünk. Thank you.
többször is megfürödtek a kutyák, már ugye a verseny után, meg közben is, meg mindig, amikor éppen arra jutottak, és képzeljétek, mindenki nagyon jól viselkedett, mindenki nagyon szép volt. Aztán jött a kunyerálás. Gazda anyu kiosztotta a jutalomfalatokat. Gyönyörűen ültünk neki, nagyon ügyesek voltunk. Hát aztán az eredményhirdetés után megpróbáltak összeterelni bennünket egy csoportképre. Nézzétek, ez így sikerült. Nem azt mondom, hogy a bernik mind nagyon jó kutyák, de hát azért nagy nehezen összecsődítettek bennünket. Így valahogy elkészült a csoportkép. És hát a gazdák ebédje. Ez bizony nagyon érdekes dolog. A kutyák ezt imádják. Higgyétek el, kaptak belőle ők is. És hát a gyerekek. Minden kutyára fel lett próbálva egy koszorú. Érdekes. Tűrték. Nem azt mondom, hogy örültek neki, de tűrték. Tulajdonképpen, ha gyerekről van szó, mindent elviselünk. Akár mit csinálhatnak, mi mindet szeretjük. Jók a gyerekek. Hoznak kaját, hoznak jutalmat. És bizony közeledett a találkozó vége. Egyre másra mentek el a kutyák, tehát mi is elindultunk. Hazafele. Tudjátok, rettenetes időt fogtunk ki. Ráadásul a hármason még egy baleset is történt. Tehát jó ideig csak álltunk. De azért végül is csak túljutottunk rajta, irány haza. És a megérkezésünk. Szépen, lassan hazaértünk. Az eső is utolért bennünket, már majdnem esett az eső is, de igenis száraz lábbal értünk haza. Tehát kinyílt a kapu, gazda beállt, a kutyák pedig megvárták, míg az ajtó becsukódik, majd kiszálltak az autóból, és kezdték el a pihenőjüket. Szépen, óvatosan lefeküdtek alukálni. Ennyi volt a mai mesénk, mindenkit üdvözlünk, mindenkinek köszönjük a találkozót, remek buli volt, tehát sziasztok Pajti, sziasztok Gazdi, boldog, szép napot mindenkinek, és jó szórakozást a filmünkhöz. Szerbusztok!